Orbán Viktor kormányra kerülése óta most először találta magát szembe az Egyesült Ellenzékkel, Márki-Zay Péternek pedig mindenkinél jobb esélye van a miniszterelnök leváltására. Ezt emelte ki a nemzetközi sajtó, amely beszámolt az előválasztásokról. Magyarország történetében most először tartottak ellenzéki előválasztásokat, emeli ki a Euronews angol nyelvű oldala, amely szerint Orbán Viktor a Fidesz kétharmados parlamenti többségét arra használta, hogy megváltoztassa a politikai rendszert és bebetonozza a hatalmát. A BBC azt írja, Orbán Viktor hatalomra kerülése óta most először találja magát szembe az ellenzéki pártok egyesült frontjával. Márki-Zay Péternek pedig mindenkinél jobb esélye van a kormányfő leváltására. Az ellenzéki előválasztások győztesével interjút készített a világszerte idézett Reuters hírügynökség. Orbán Viktor az Putyin, vagy Kína, vagy Törökország irányába vette a lépést, és nem az európai értékeket képviseli. Ez mindenképpen meg kell változzon, nem csak azért, mert mi lojális, hűséges tagjai szeretnénk lenni az Európai Uniónak és a NATO-nak, hanem azért, mert magyarok többsége, 80% az Európai Unióban való maradás mellett voksolna. A Le Figaro azt emelte ki, hogy Márki-Zay Péter nagy arányjal nyerte meg az előválasztást, és a politikus megszabadítaná Magyarországot az eddigi legkorruptabb rendszertől. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint az ellenzéki miniszterelnök jelölt erőssége az, hogy vidéki konzervatív, elkötelezett katolikus és 7 gyerek apja. Elsősorban azok a konzervatív vidéki szavazók tarthatják szimpatikusnak, akik többé már nem bíznak Orbán Viktorban. Márki-Zay ugyanakkor nyílt gondolkodású, toleráns és kompromisszumkész, így a baloldali városi szavazókra is számíthat. A Spiegel pedig azt húzta alá, hogy a szakértők szerint a 49 éves politikus komoly kihívója Orbán Viktornak, Márki-Zay eltörölni Orbán Viktor ellentmondásos törvényeit és bevezetni az eurót Magyarországon.